Sziasztok, kedves emberek! Ismét itt vagyunk a Bringázós műsorban, és most egy nagyon-nagyon izgalmas és vicces dolgot hoztunk nektek a múltból. Igaz, Bandi? Igen. Hát ez ki küldte nekünk pontosan? Gergő küldte nekünk, aki seregi. Seregi Gergő küldte nekünk ezt a fantasztikus kis... Hát ez a kis videó, ez egy nagyon régi TV2-s műsor, nem tudom, hogy ki emlékszik rá. Ez a leggyengébb láncem. The Weakest Link! Igen, melyik nem is tudom, hagyadik része lesz, ez teljesen mindegy. Random epizód. Márti Krisztina vezette ezt a fantasztikus műsort, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Nektek meg annyit tudunk még elmondani, hogy felvettünk most az imént egy videót csak csatornatagoknak, szóval azt mindenféleképpen nézzétek meg. Jelen politikai dolgokra reagálunk, a Momentumnak a jövőértékelőjére, egy ilyen kis, hát hogy mondjam, egy kis vicces ilyen, hát rage-elünk ebben a videóban leginkább. Ugye szeretnétek hallani azt, hogy hogyan... mondunk rosszakat igazából a jelenlegi politikai ellenzékre, akkor mindenféleképpen csatlakozzatok a csatornatagokhoz, és erősítsétek az ő táborukat, köszi szépen. És most szerintem nézzük meg ezt a ki a leggyengébb láncemnek ezt az epizódját, természetesen az intro után. Jó, megnézzük mi ezt. Minden egyes tartalom, amit készítek. Próbálok a tökéletesre törekedni. Már itt is vagyunk az intro után, ez a videó közel 45 perc, de hát mi annyit nézünk, annyit mutatunk belőle nektek, amennyit szabad, viszont én emlékszem erre az adásra, mert az arcok azok így megvannak. Konkrétan erre az adásra? Igen, mert szerintem ez az egy, ami fenn van, vagy ami megmaradt jobb minőségben. Viszont amire nagyon figyelned kell, Bandi, az nyilván a műsorvezetőnek a habitusa, a karakter, hogy mennyire próbál megalázóan viselkedni azokkal szemben, akik ugye a játékban részt vesznek. Nem emlékszem már arra, hogy amúgy tehát, hogy mi volt itt a játék, tehát ez egy vetélkedő volt, csak bunkó volt a műsorvezető, tehát nagyjából ennyi volt a gimmick. Az volt a lényeg, hogy közösen kell jól válaszolni kérdésekre, ezáltal pénzt gyűjteni. Ha valaki elszúrja, akkor elveszítetek a pénzt, ezáltal a kör végén, akit kiszavaznak, az valószínűleg az lesz, aki a leghülyébb volt, vagy aki a legkevésbé segített a csapatnak, vagy lehet taktikázni, kiejtitek, aki a legokosabb, mert a végén konkrétan csak ilyen 1v1 vetélkedő lesz. Aha. Tehát itt tudtál taktikázni, de azért tudnod kellett válaszolni értelmiségi ilyen quiz kérdésekre is. Ennyi volt nagyjából. Na, hát akkor kezdjünk, vágjunk bele. Minden körben kiderül, a játékosok szerint ki a leggyengébb láncszem. A kukacos kettes. Régi logó. Ekkor még nem a Fideszé volt. Ó, 60 FPS, 720. Lássuk, ki lesz ma a leggyengébb láncszem. 9 játékosunk közül egy ma megnyerhet 3 millió forintot. Ők 9-en nem ismerik egymást, és mindannyian győzni jöttek. De ha meg akarják nyerni a 3 milliót, csapatként kell együtt játszaniuk. 2002, vagy hogy is van? 2001. 3 millió forint, micsoda nyeremény. De az a maximálisan megnyerhető összeg, nyilván most nem tűnik egy nagy pénz, nem tudom, akkoriban nagyon nagy pénznek tűnt, de szerintem akkor sem volt ennyi. Vágó István, ott is lehetett nyerni 40 milliót, vagy akkoriban is talán. Nyilván senki, nagyon kevesen, de itt meg a maximum összeelvihető összeg ez. Tehát ez a... 3 millió forint. Nem egy egetverő összeg, de azért mégis. Hát... Na most meg nem tudsz egy használt autót venni belőle. Nem, hát jó. Kézzel távoznak. 8-uknak nincs kegyelem. Körről körre kiszavazzák a leggyengébet, akinek mennie kell. Először... Elég ilyen SS-tiszt vibe-omban amúgy itt. Igen. A Máté Krisztinát nézve, feketébe beöltözve, és hogy nincs kegyelem, meg ilyenek. Érdekes koncepció egyenlőre. Az eredeti, nem tudom, angol szász adás vagy műsorterv az egy az egybe lett adaptálva. Tehát, hogy még kicsit se változtattak. Ugyanez a gestapó tiszt karakter ott is a műsorvezető. Ismerjük meg a játékosokat. András vagyok, 24 éves, Budapestről jött. 24 éves. Kinéz 40-nek. Nagyjából. András. Egyébként most tudtam meg, hogy képzeld, a Mr. Beast is 24 éves. Tényleg? Mhm. Fú, bazd meg, az ugye? Nem semmi. Ugye? Az nem semmi. Péter vagyok, 47 éves, Budapesten élek, és közalkalmazottként dolgozom. Melinda vagyok, 26 éves, Besnyőn élek, és Budapesten dolgozom pénzügyi ügyintézőként.
Tibor vagyok, Ácsról jöttem. 18 éves? Tibor nem vagyok pedofil. 18 éves? Eddig nagyjából az mindenki ilyen egy korosztálynak tűnt, csak egyik 24, a másik 47, a harmadik 26, akkor Tibor tényleg 18 lehet, baszki. Ja. Akkor a szemüveg keret, hogy mindjárt lezúg az óráról, olyan hatalmas. József vagyok, 48 éves, budapesti üzletkötő. Tamás vagyok, 27 éves, Nógrádcsipekről jöttem is. Mi a faszom? Hát figyelj, ismerkedj a társadalma, Bandi. Ez ma is így van. Tehát, hogy így az életkor... Ez. Változtat picit, de akik most 50-nek néznek és szarul néznek ki, lehet, hogy 25 évesen is szarul néztek ki. Miklós vagyok, 31 éves, Budapestről érkeztem, eladóként dolgozom. Azt hittem, hogy eladóként dolgokat. Igen, eladóként dolgok, én is azt gondoltam. Ja. László vagyok, 44 éves, Bajnáról jöttem és forgalom irányítóként. Laci vagyok, 14 éves, iskolás. Lacika vagy. Bernadett vagyok, 26 éves, intézeti titkárként dolgozom Budapesten. Most nézzük a szabályokat. A ruhák, szerintem a ruhák az, ami izé. Hát ugye 26 éves, ezt felvette baznak az otthoni izé függönyt, érted? Jó, hogy... Cél, hogy minden fordulóban a rendelkezésükre álló idő alatt a lehető legtöbb kérdésre válaszoljanak, és elérjék a 300.000 forintot, vagyis a körben elvihető legnagyobb összeget. Ha valaki még a kérdés elhangzása előtt kimondja, hogy bank, az addig megszerzett pénzt biztonságba helyezi, és ezzel egy időben új láncot indít. Ne hú, bazzik, annyira, hogy most ilyen izém lett, ilyen PTSD-m. Tehát én ezt a műsort biztos gyerekként, és ilyen... Persze. Hát ugye akkor voltam 10 éves, tehát így biztos ment többször így a tévébe. És így annyira ez a, ez a kis animáció itt beugrott, meg a monológia izé az SS-tisztnek. Szóval, ja, nagyon, fú, micsoda. Trip down on memory lane. Memory de érdekes, lane. Hogy ma már, lehet, már sokat beszéltünk erről, hogy manapság nincsenek ilyen intellektuális kvízműsorok, vagy nem ezek a népszerűek, hanem azok, amik ilyen akadályversenyek, mm-hmm. meg egymás szopatják, meg ilyen nagyon butadok, vagy a szerencse dönt el minden. Szóval ezek kikoptak, ezek a műveltségi veszélybetélkedők. Pedig ez a leghardcore volt az összes közül, mert itt nehéz kérdések voltak, nem volt rá sok időd, és szopattak, hogyha elrontottad. Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen retorikával történik meg ez, hogy mennyire elegáns a szopatás. Mm. Lássuk, ki lesz ma a leggyengébb láncszem. És bírom, hogy egy kis forgóasztala van, és így tud így csüpp menni körülbelül. Első jó válasz 5000 forintot ér, óra indul. Tudod, milyen izé, stationary, ilyen turret, tudod, kis minigán a tetején. Ilyen, tudod, ilyen nerf golyókat lövelni, ez a játékosokra, na tudja, puk. Van rajta egy csomó gomb, mint egy ilyen izé, mint a Knight Rider-ben, tudod, mindegyikre más van írva, másik villog. Minél futurisztikusabb legyen, bazd meg. Igen, igen. Ez az egész úgy néz ki, mint valami űrhajó, nem? Igen. Nagyon fura ilyen futurisztikus tud. András, mi a neurológia? Passz. Ideggyógyászat. Péter, mi az alumínium kohászat érce? Bauxit. Helyes. Melinda? Ludwig Frank törzsfővel, a Frank állam megalapítójával melyik dinasztia uralkodása kezdődik el? A Ravennai vagy a Meroving dinasztiáé? Meroving. Úgy van. Az 50-50. Tip volt. Bank. Melyik Burgundia kizárólagos fehér szőlőfajtája? Sasla. A Chardonnay. József. Oh my God. Ki az a magyar operaénekesnő, aki olimpiai bajnok atlétának készült, 20 évesen mégis a Magyar Állami Operaház tagja lett? Krokodilona. Miklós Erika. Tamás, ki az a festő, aki igen ritkán szignált a műveit, és leginkább különösen jellegzetes nocturnjeiről ismert? Kurvára meg sem isülnék én ott. Ja, abszolút. Így, mi van, basz, bank? Festő. Hát már nekem a keresztapám festő volt. Lehet ő. Szobafestő mázoló is volt. Vermeer vagy Delatour? Delatour. Delatour. Miklós. Bank. Na, így van, tudtam én. Hogy írjuk tudtam. Helyesen azt, hogy aszték, esszel vagy zével? Na ne, nehogy azt, hogy esszel. Esszel. Jaj, bal meg. Na, ez cringe. Zével. László, a Vásztriszt Szalon zenekarok repertoár darabja. A tessék? És ki az eredeti darab zeneszerzője? Sibelius vagy Schmidt Florent? Schmidt Florent. Sibelius. Bernadett. Ezért tipp, igen. Hát ezek mind tipmix. Ez a... Felteszek neked egy kérdést, ami hardcore, egy olyan témában, amiről nem hallottál még életedbe, és go. 55. A Magyar Állami Operaházat. Ébrül Miklós. Úgy van.
András? Bank. Hogy hívják a Magyar Nemzeti Múzeum háta mögött lévő teret, amit a múzeum... Álljon már meg, most akkor ez a bankolás, ez amúgy... Ja, értem. Tehát, hogy így tudnak csak pénzt gyűjteni. Igen. És akkor addig mennek, ameddig össze nem tudnak gyűjteni 300 000 forintot. Nem, ott van jobb oldalt az óra. Igen, tehát, aha, ja, értem. Jó, rendben van. Amúgy ez a koncepció, ez kurva jó. Nagyon pergős, nagyon... Érdekes. Nagyon stresszes. Igen. De ez jó, hogy ennyire pörgős ez a műsor, szerintem. Ez tetszik nekem, őszintén. Ja. Ki mondta, semmi más nem ígérhetek, csak vért és gyötrelmet, verejtéket és könnyeket. Basz. Orbán Viktor. Ja. Téves a semmi, Zsor. Tibor. Mikor került vissza az olimpiai játékok műsorára a tenisz? 1988-ban vagy 1992-ben? 1988-ban. Úgy van. József. Végig kellett mondani, hogy 900, nem? Pedig nem is úgy kérdezték. Melyik európai fővárosban állították fel az első lopásbiztos automátát, amelyből képeslapot lehetett vásárolni? Londonban vagy Párizsban? Londonban. Úgy van. Tamás, bank. Fejezze be a közmondást, jóbornak nem kell... Cégér. Úgy van. Miklós. Bank. Melyik háború idején játszódik a Her című film története? Fasz. Vietnámi háború. László. Hát ő szerintem el fog köszönni. De az a baj, igen, de az a baj, hogy igen, nehéz lehet itt a spoton tudod így jól válaszolni erre. Nehéz, ez kurva jó ez a műsor. Yeah. Fú, ez nagyon zsír, ezt tetszik nekem. Melyik magyar festő művekelt el a legdrágábban 70 millió forintért belföldi aukción? Munkácsi. Színyei Mersepálé. Színyei Mersepálé. A másik. Igen, a kettő közül. Melinda. Bank. Az 1997-es hongkongi tőzsdekrak napján melyik volt a világ egyetlen bőrzéje, amelynek indexe emelkedett, a szófiai vagy az ulánbátori? Szófiai. Az ulánbátori. Tibor, mi a foglalkozása eredetileg Bud Spencernek, jogász vagy közgazdász? Jogász. Úgy van. József. Bank. Melyik hazánk harmadik legnagyobb városa, Miskolc vagy Pécs? Miskolc. Úgy van. Bank. Tamás. Melyik ország madara kiwi? Ausztrália. Új-Zélandé. Miklós, melyik két angliai város között tette meg az első útját a Stevenson gőzmondony? Hát szerintem én tudom, hogy ki lesz a leggyengébb láncem. Nagyon érzésem. Nagyon az a csávó. Az a csávó lesz. A Miklós. Hogy két kurva egyszerű kérdésre nem tudta a választ. Igen. Az első körben a megnyerhető 300 000 forintból összesen 55 000 forintot nyertek. Úgy tűnik, hibernálták a gondolataikat. Önök még az iskolában minden nap bombariadó volt? Ezek ilyen előre megírt ilyen pár nap. Igen. Nagyon jó, geci. Ezt szerintem, hogyha lenne egy ilyen társasjáték, ott is így fel kéne olvasni, hogy az iskolában minden nap bombariadó. Na de ebben egy jó társasjátékot lehetne csinálni. Nem is hát, nem tudom, hogy volt-e. Vagy hát nem hiszem, hogy volt. De ez kurva jó, ez nagyon tetszik. Ez, nekünk egyszer meg kell csinálnunk a cringe bait-en, bazd meg, hát. Ezt a műsort. Komolyan. Na mindegy, menjünk. És mit lehet nyerni? Pénzt. Pénzt? És ki adja a pénzt? A szponzor. A szponzor? Ja. Aha. Jó, azt hittem Nosikától lopunk. Önöknél az iskolában minden nap bombariadó volt? Nos, kitalálkozzon legelőször a luhatáros nénivel, szavazzanak. Ki a leggyengébb láncszem? Az első körben Péter 3 jó választott, így ő lett a legerősebb játékos. Igaz, nem bankolt pénzt a csapatnak. András azonban pontosan ugyanennyi, tehát 3 rossz válasszal lett a leggyengébb, amin az általa zárolt 5000 forint sem változtat. A szavazásnak vége. Itt az időnk lehet, az András lesz. Hoppá. Hát mert ugye ő volt az első, aki kezdett, ezért neki több köre volt, több alkalma volt rontani. Igen. De szerintem a Miklós volt amúgy a legrosszabb. How unfortunate. Igen. Mert ő könnyebb kérdés nem tudta választ, mint András. Igen. Önök szerint ki a leggyengébb láncszem? László. Miklós. Melinda. András. László. András, a felvonulás nevű úrnak megmondanám, mi a kereszt neve? Nem tudom. Mihály. Bernadett, miért László? Ja, hogy mert a felvonulás tér. Ja, kérdés, aha, amit elrontott, arra reflektált, utalt vissza. Adta a legtöbb helytelen választ. Úgy számolt? Miklós, miért Melinda?
Én úgy ítéltem meg, hogy most ebbe a körbe ő volt a leggyengébb. De minek alapján döntött? Te voltál a leggyengébb, bazd meg, Miklós. De hát minek alapján döntött? Hát nem is csinált semmit ez a hülye fasz. Hát persze, de hát összes Miklós! Nem csinált semmi értelmes. Ja. Ott kell, hogy három ember, aki tudott válaszokat. Hát a Tibor válaszok. Volt a legjobb. András volt ebben a körben a leggyengébb játékos, de mivel Péter a legerősebb, és hárman szavaztak Melindára és hárman Lászlóra, ezért Péternek kell döntenie, hogy kitávozzon. László. Nem szimpatikus ez a bajusz nekem. Ez szerintem nagyon csúnya. Szerintem egy bajuszos ember lehet, csak a csapatban is az én vagyok. Igen. Péter a bajusz. Na László, szervusz. Vigyázz magadra, testvér. Csak oda menne Péterhez a kurva anyádat. Ez a lenne ez csak egy ilyen kést így belefordítanak. Ja, tényleg. Ilyen Mónika Sós, tudod, és akkor... Választják szétől a biztonsági őrök, mit tudom én. Az jó lenne. Az elején kiejtenek a többiek, persze nem számoltam, de mindenféleképpen azért benne volt ez is a dologban. Hát, érhet. De jól éreztem magam, Móni. Igen. Móni, jól éreztem magam, Móni. Nagyon finom volt a büfé is. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöhettem. Ilyen isteni torpedót még nem ettem soha. Ja, abból linzerbe vetettem pára, remélem nem probléma önöknek. Jó. Óra indul. Elfordult. Péter, mit jelent a fúga szó hosszú U-val? Egy zenei mű. Zenei műfaj, úgy van. Melinda, bank. Az állat... Melinda nagyon bízik magában, nem? 5000 forintok, hogy mindenki nyomja. Bang, bang, én nem tudok válaszolni kérdésekre, de bang. Tényleg melyik törzsébe tartoznak a hidrák és a medúzák? Melyik mibe? Még egyszer, melyik törzsébe? Állatvilág melyik törzsébe tartoznak a hidrák és a medúzák? Ja, értem, csalánozók. Hát, igen, az. Hát, csalánozók közé. Tibor! Ennyi. A vízjállatok, ezek nem pokémonok, bassz meg, hogy víztípusúak. Ki volt az 1950-es évek Ludas Matyja, Nádasdi Kálmán és Ranódi László filmjében? Bassz. Sós Imre, József. Kinek a szobra áll az Iparművészeti Múzeum előtt? Arany János. Lechner Ödöné, Tamás. Melyik országban található Schengen, ahol 1985-ben egyezményt írtak alá az Európai Közösség tagország? Luxemburgban. Okos akart lenni Tamás, de nem volt az. Bang. Miklós! Bunk! Nincs pénz! Bunk! Bunk! Ki az az amerikai színésznő, aki André Agassi felesége volt? Basz. Brooke Shields. Bunk! Bazzik, de nehéz kérdés! Nagyon. Hagyjál már! Meg hogy nem ad izi választási lehetőséget. Meg történelem, de hogy így, tudod, ez olyan, mint a mindent vagy semmit, csak egyáltalán, tehát hogy full random az egész. De olyan szinten, hogy nem is tudod a témát, a topikot se. Jön egy kérdés, hogy ki van az Iparművészeti Múzeum, kinek a szobra? Oké, okay, ki a faszom volt André Agassinek egy felesége? What? Nem is tudod áthangolni az agyadat kb. Ja. Nagyon szar. Melinda, melyik országban található Konstanca? Passz. Romániában. Tibor, hogy nevezik a brit parlament felsőházát? Hol? Elnézést, hol? József. Bank. Románia. Az létező ország. Micsoda? Hogy hol? Ja, kiakadni azon. Igen. András. Bank. Melyik országban halad át az egyenlítő, Bolívián vagy Kolumbián? Bolívia. Kolumbián. András, Andrásnak kell mennie. András tippel, de mindig rosszul. Igen, de mindig rosszul, mindig lehúzza a csapatot. Szerintem András meg Miklós itt most a leggyengébb. Hát a kurva gyengék. Ja. Nagyon gyengék. Igen, geci gyengék. Melyik volt az a tömegközlekedési eszköz, amelyet 1866. július 30-án ünnepélyes keretek között adtak át a forgalomnak Budapesten? Kis föld alatt. Millenniumi föld alatti. Lóvasút. Én is elvéreztem volna. Melinda. Ki volt Vörösmarty Imjáj gyerekeinek gyámja a költő halála után? Ki? Vörösmarty. Gyák, Ferenc vagy Jókai? Gyerekeinek a gyámja, Bandi. Mór. Jókai Mór. Deák Ferenc. Tibor. Gári, nem mindig a második, az Melinda. Ja, ja. Ez kétszer jött be, csak bazd meg. De mindig a másodikat mondják. Mindig. Túl nehéz a kérdés. Hát... Tamás. Bang. Hogy hívják a hívek imára szólítására épült tornyot az iszlám építészetben? Minaret vagy? Minaret vagy Pinaret?
Melyik az? Szerintem az a pirás. Teljes válasz a minaret lett volna, de az idő lejárt. Ebben a körben 30 ezer forintot sikerül gyűjteni be 300 ezer. Elég cringe. Elég cringe összeg, bro. De Mr. Frosty Tips most reméljük eltűnik. De nem, András fogja kiszavazni, hidd el. Gondolod? Persze, azt hát fogják. Equally bad szerintem mindkettő. Nos, kit szemeltek ki? Szavazzanak. Ki a leggyengébb láncszem? Ez most nem volt a nagyobb a szólás. Nem volt. Andrásnak ezúttal sikerült szépíteni. Ő bankolta körben a legtöbbet. A legerősebb játékos mégis Bernadett lett, aki a legtöbb jó választ adta. A leggyengébben kettővel. Melinda teljesített. Vajon így gondolják a csapattársak is? Igen, szerintem valahogy, tehát, hogy túl rövid egy kör, vagy túl sokan vannak, vagy valami olyan, vagy olyan nehéz igazából. Hát ez... Igen, de hogy tök kevés esélyed van jól, tehát hogy mondjuk van két alkalom, amikor megszólítanak, mm-hmm. nem? Egy körön belül. Igen. És mind a kettő nagyon durva kérdés, akkor hát akkor elbasztod. Ja. A szavazásnak vége, itt az idő, hogy kiderüljön. Önök szerint ki a leggyengébb láncszem? Miklós. Én. Miklós. Enna, igen? Miklós. Miklós. András. Oda volt írva, hogy bocsi. Bocsi, igen. András. Tamás. Hát ez András, miért szer. Miklós? Úgy emlékszem, hogy ebben a körben egyetlen helyes választ sem adott. Ön minden kérdésre válaszolt? De egyre legalább igen. József, miért Miklós? Szintén szerintem is egyetlen egy kérdésre sem tudta választ. Nagyon szimpatikus, de valakinek menni kell. Jaj, ágyerek meg téged, József. Józsi. Nagyon szimpatikus. Azok a Frosty tippek ott a haján. Én nagyon szeretem egyébként a NSYNC-et, egyik kedvenc bandám, de sajnos Miklósnak mennie kell. És miért írta, hogy bocs? Mert szimpatikus nagyon. Ja, nagyon szimpatikus. Kúrnám. Miklós, mi is az ön foglalkozása? Eladó. Azt hiszem, jobb lenne, néha vevő is lenne, mondjuk egy könyvesboltban. Ebben a... Got Burn! Vazd okay. meg! Bizonyám! De tehát ez az, ami tudod, ilyenkor működik, amikor lehetséges, hogy előre ki van találva egy ilyen lány mindenkihez, de ilyenkor sokkal jobban működik, ami ilyen természetesnek hat, hogy így on the spot bepirítanak. De az a durva, hogy ez még amúgy szerintem tökre nem ízléstelen. Ez tökre nem. Meg. Szerintem ez teljesen működik. Ez ilyen dorgálás hang. Aha, ez tök jó. Ilyen jó vibe-ja van az egésznek. Tehát... A fordulóban a csapat úgy döntött, hogy ön a leggyengébb láncszem. Viszlát! Pápá! Csávók! Eddig 85 ezer forintot nyertek a lehetséges 600 ezerből. Heten maradtak, az idejük most is 10 másodperccel kevesebb. Ja, még ez is, hogy minden körbe 10 másodperccel kevesebb az idő. Tök az szar. Komoly. Lássuk, ki a leggyengébb láncszem. Fordulj, ja, nem, most már oda van fordulva alapban. Bernadett, kinek az alakját személyesíti meg Básti Júlia a Vörös Grófnő című filmben? Fasz. Gróf Károlyi Mihályné Andrássy Katinkáét. Ja, igen, ez itt volt a nyelvem hegyén. Gróf Károlyi Mihályné Andrássy Katinka. Valóban, itt volt a nyelvem hegyén. Aj, hogy nem ütött eszembe, bazd meg. Nagyon fura ez a játék. Tényleg, tehát, hogy itt szinte biztosra lehet venni, hogy a maximálisan megnyerhető összeg töredékét fogják tudni. Tehát a 3 milliónak mondjuk ilyen 2-300 ezer forintot tudnak elvinni. Szerintem ez direkt így van megcsinálva. Tehát, hogy nyilván, hogyha könnyebb kérdések lennének, fairebb lenne, de több pénzt nyernének. András, ja. Melyik városban jelent meg az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hírmondó, Szegeden vagy Pozsonyban? Pozsonyban. Péter? Passz. Melyik volt Rossini utolsó operája? Miért azt mondta, hogy passz? Péter? Passz. Azt mondta, hogy passz. Igen. Bernadett? Milyen rokoni kapcsolat van Bernard Blié és Bertrand Blié között? Haverok. Együtt járnak Swinger Partyba. Kik? Apa és fia, színészek. András, mi a címe annak a bravúros rajzfilmnek, amit a Beatles együttes készített? Sárga tenger alatt járó. Sárga tenger alatt járó. Péter, ki a... Bálna, művelt vagy, bank. Bank, most egy tőlem kérdez, bank. Bank, bazzeg.
Ki először színesbőrű felesége, majd pedig viharos válása miatt került a pletykalapok címoldalára. De hogy lehet ilyen kérdéseket beletenni az ilyen tök, hogyan, szép irodalom, festészet, költészet, tudományos, bulvár. Ilyen bulvár, amerikai bulvár. Boris Becker. Úgy van. És ő tudja. Lehetséges, hogy azért, mert annyira akkoriban ezt közszájon forgott, hogy hiába bulvár, mindenki hall róla. Nem tudom, hogy honnan. TV-ből. Milyen médium, mi tévéből? Meg újságból, szerintem. Na, inkább ilyen újságban, de... Melinda, hogy nevezték az ókori Rómában azokat a nemzetségi arisztokrata leszármazottakat, akik elűzték az utolsó római királyt? Passz. Patricius. Én is ezt mondtam volna, de én nem emlékeztem, hogy ők elűzték az utolsó... Ja, mert utána császárok voltak. Vagy nem? Fú, látod, ilyen szar, amikor beégsz ilyen alap dolgokkal. Például ezt mindenki tudja, hogy plebejusok meg patriciusok, de hogy elűzték az utolsó római királyt, nekem ez kiesett a fejemből, de biztos így van. András. Mi Izland jelenlegi államformája, köztársaság vagy királyság? Köztársaság. Úgy van. Hú, az első jó válasz Andrásnak, aztán talán. És ez elég egyértelmű volt. Üzletiségű volt Cervantes, spanyol vagy portugál? Spanyol. Úgy van. Melinda. Bank. Mi a 16. De miért bankolnak 5000 forintoknál amúgy? Tehát most ezzel csak ilyen kis semmi pénzeket izélnek. Tehát hát mert senki nem meri... Egy játékos merte, eddig az is elbukta. De az is véletlenül, mert azt mondta, hogy passz. De figyelj. Az van, hogy tényleg van olyan kérdés, amiről mindenki csak azt mondja, hogy mi van, bazd? Yeah. És hogyha olyat kapsz, akkor semmit nem visz. Szóval megértem, főleg aki nem bízik magában. Ki volt Magyarország kormányzója az első zsidó törvény kihirdetésekor? Horthy Miklós. Horthy Miklós. Úgy van. József? Hát, bazd meg! Ez hát csak nehéz az kitalálni. Az első zsidó törvények, hogy nyilván... Jó, rendben, menjünk. Tehát Egyiptom elnöke Hosni Mubarak 1981-ben vagy 1978-ban? 81-ben. Úgy van. Tamás. Bang. Mi a diabétesz nevű betegség magyar elnevezése? Cukorbetegség. Helyes. Bernadett. Bang. Ne, nem engedték bankolni, vagy olyan gyökér volt, hogy nem mert, vagy nem nézte az órán. A válasz jó volt, de már nem lehetett időben a bankba tenni. Érte a pénzt? Úristen, de geci, kegyetlen ez a műsor. Az, nagyon durva, szigorú. Uram, Jézus, ember. Azaz. Úgyhogy nyertek 30.000 forint? 25-öt talán. Bernadett lett a harmadik kör leggyengébb játékosa. Oh, így lesznek az elsőkből utolsó. Az utolsó. Helyét a legerősebb posztján József vette. Egy helyes válaszsal. A szavazások vége. Itt az idő, hogy kiderüljön. Önök szerint ki a leggyengébb láncszem? Tamás. Bernadett. András. József. Melinda. Melinda. Bernadett. Melinda. Melinda. Végre kilövik az űrbe. Péter, két passz között egy rossz válasz, az a nincs kegyelem szendvics, amiből szerintem nem kér a csapat, hogy a kérdés elhangzása előtt inkább bankot mondjon, többre mennek vele. József, miért Melinda? Szerintem összességében ő adta a legkevesebb jó választ eddig. Azért. Ennyi az indoka? Hát, egész csapat nem nagyon jól remekelt az előző fordulóban. Az igaz. Melinda, ön a leggyengébb láncszem. De az enyémre Józsi van írva, akkor miért nem ők az a... Jó, fogd ezt egy táblát, így széttörni a Józsi fején. Nincs méltóságod, amikor onnan elsétálsz. Itt így földbe vagy döngölve. Tudtam rá, hogy engem fognak kiejteni. Nagyon nehéz kérdéseket kaptam. Csalódott vagyok, hogy már az elején kiestem. Nem az sajnálom, elején. Nem jutottam el a végéig. Elsőnek kiesni lehet a legszarabb amúgy. Hát azért eljutott el a harmadik körig. Negyedik kör. Szerintem Andrásnak itt eljött az ideje. Túl sokáig volt benne, de potyázott itt. Lássuk, ki a leggyengébb láncszem. Óra indul. József, részt vette Románia az 1984-es Los Angeles-i olimpián. Igen. Úgy van. Tamás. Bang. Hol található az Andok-hegység? Dél-Amerikában. Úgy van. Dél-Amerika nyugati részén. Bernadett. Bank. Hogy nevezik a keresztény templomokban a hívek elhelyezésére szolgáló hosszanti teret, amely lehet egységes vagy oszlopokkal tagolt? Oltár. Hajó. A főhajót akartam András. Mondani. András. Milyen hangszer a bencsó? Jó lett volna. Amúgy. Mi lehet? Passz. Penget. Micsoda, nem Péter. Tudja milyen hangszer a bencsó? Andrásnak takarodj már a faszomba. Jézusom. Azt mondta, hogy billentyűs. Azt mondtad, hogy mit mondod? Passz. Nem. Tehát egységes vagy oszlopokkal tagolt? Oltár. Hajó.
András. Bang. Milyen hangszer a banjo? Passz. Pengetős. Geci. Hát azért na. Bankolt is, úgyhogy nem volt mit, és utána megmondtad, hát hogy buta András. Fej. András, te buta fej vagy, sajnálom. Te buta fej vagy, és még 24 gondolom, éves. Gondolom, még hát pisi szagú is. Kiteremtette meg a pszichoanalitikus iskolát? Sigmund Freud? Sigmund Freud. Na, jó vagyok. 5000 forintot nyertem. Van, van. Melyik úgy? Bank, kicsit meg van izélve, glitchelve. Olimpián nyert aranyérmet a birkózó Növényi Norbert. Tényleg volt. 92-ben. 1980-ban Moszkvában. Bernadett. Hány F-fel írja azt a szót, hogy afelől? Egy. Úgy van. József. Bank. Ki az a volt jugoszláv elnök, akit háborús bűnei miatt június 28-a óta a hágai nemzetközi törvényszék fogdájában őriz? De miért vannak ilyen fél perc hosszú kérdések? Hát ez tök igazságtalan. Az abszolút. Szök szomorú. Milosevic. Úgy van. Tamás. Bakos. Ki a magyar női vízilab... Akkoriban szerintem ezt tudták. Ez a válogatott szövetségi kapitánya. Faragó Tamás. Helyes. Bernadett. Ú, de jó, nagyon remek ennek. Figyelj, most Bernadett nem bankol. Most rajta múlik minden. Egy színész énekes nő, aki a Bonsoir nevű nightclubban kezdett énekelni, később ő lett a Funny Girl. Barbara Streisand. Helyes. András. Bank. Ki az a magyar... Damn! Wow! Ez most nagyon ügyesek ők. Hoppá! Jönnek felfele, mint az állat. Milyen András lehangol. Aki megvilágítási effektusai és a színes fények alkalmazása révén a kinetikus művészet egyik előfutára. Passz. Miért kellett végighallgatnod, bro? Ha úgyse tudsz semmit. Tamás. Hányszor fiadzik egy évben általában a mezei nyúl? 8-szor vagy 4-szer? 8-szor. 4-szer. Á, mezei nyúl, hányszor fiadzik? Kölykedzik, nem? Hát... Bernadett. A színészileg megformált szövegmondás elneve... Vége. Nagyon sok hosszú kérdés volt, amit csak egy ízőt húzta. Máté Krisztina, hát én nem tudom, most jobban remekeltek, de tudom, hogy mind kibaszott fogyatékosok önök maguk. Igen, önök mind retardáltak maguk. Most tudják meg. Az idő lejárt. Ebben a fordulóban sem sokat gyűjtöttek. 55.000 forintot. Hát eddig ez a legjobb. Ha a tudásukat jegyeztetnénk, beütne a tőzsdekrak. Ki miatt döcög a szekér? Szavazzanak. Jó, csak nézni kell azt is, hogy összességében. Vége. Tehát érted, András szerintem két kérdésre egyet tudott válaszolni valaha. De ő sokat bankolt a csapatban. Ez a legnagyobb hülyeség. Fé, ahhoz is kell tudni mondani egy szót. Itt az idő, hogy kiderüljön. Önök szerint ki a leggyengébb láncem? Ki a leggyengébb láncem? Péter. Tamás. András. Ja, Tamás. András. Igen, András. András. Ez az! András. Tamás. Na, jó vagy csak már. Most mindenki eltanulta a másiktól, hogy bocsit kell írni a táblára. Igen. Tamás. Miért András? Az előbb ő is rám szavazott. Bosszú. A rohadék. Ki akart rejteni az András? Ennyi. Most visszaszavazom. Pedig a Tamás az még majd fog nekünk meglepetést mutatni, szerintem. Hát szerintem a következő körben ő hullik ki, az lesz a legnagyobb. András. Ugyanebben a körben Péter volt a leggyengébb játékos. De jól emlékszem, a főiskolai hallgató? Igen. Itt azért kicsit többször megszólalhatott volna. Ön a leggyengébb láncem. Viszont. Ó, bazd, nagyon cruel. Nem értettem én sem a referenciát, de nagyon cruel az egész. Ön ugye főiskolára jár? Főiskolai hallgató, igen. Akkor a kurva anyját. Akkor miért ilyen gyakorlója? Maga miért ilyen kurva ostoba? Magának tudnia kéne dolgokat a világon. Miért ilyen kurva ostoba? Fizetősöm vagyok. Ja, most már értem. Ja. Rendben van. Viszontlátásra. Jó, viszontlátás. Lássuk, ki a leggyengébb láncszem? Én. És abban mennyi adó lejön abba az összegből szerintem. Bernadett, a vasárnap hányadik napja a hétnek? Hetedik. Úgy van. Na jól van már! Péter. Na jól van már! Nehéz bekezdés. Hát... Hazatér-e a tékozló fiú a bibliai történet szerint? Nem. Igen. Úgy van. Bank. Tibor. Ki az a festő és grafikus, aki a Tigris és Lilium című montázsával vált híressé? Passz. Vajda Lajos. József. Na bazd meg, érted, de a hetedik nap a vasárnap. Érted? Hát ez hihetetlen, bazd meg. Pókerben, ha 5 azonos színű lap van egy játékos kezében. Royal Flush. Flush. Flush vagy színsor. Te búta vagy József. Na mit mondott?
Azt mondta Royal Flush. Az meg ugye a színszámsor egyben. József, melyik nyári olimpián vettek részt először női sportolók? London 1908 vagy Párizs 1924? 1924. 1908 London. Tamás, fasz. Mit jelent az opera buffa? Komoly vagy vígoperát? Komoly. Vígoperát. Bernadett, hol született Albert Einstein? Németországban vagy Amerikában? Németországban. Úgy van, Ulmban. Péter, ki volt az a német festő, aki Luther híve volt és pápa ellenes pamfletek illusztrátoraként is ismerjük, emellett tájképeket, portrékat is festett? Passz. Lukasz Cranach. Takarodj! Hát ez tök nehéz. Igen, de a vasárnap az a hetedik nap. Tehát azért van, na érted? Tehát vannak ilyen potya kérdések. Milyen színű az ég? Milyen színű a fű? Kék vagy zöld? Igen. Ja, és még választási lehetőséget is kapnak. Meg van az, hogy persze izé, hogy mekkora méretű valójában egy atom. Nagyon durva ez a fű. József. Bank. Melyikük nem volt az Óza Nagyvarázsló című regény főszereplőjének, Dorotinak a kísérője, a bádogember vagy a kéményseprő? Kéményseprő. Úgy van, Tamás. Ez is olyan indokatlan hülye kérdés. Milyen gyarmat volt Vietnám? Passz. Francia. Bernadett, ki lett 1865-ben a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Arany János vagy Móricz Zsigmond? A kéményseprő! Péter, Bank. Mi a keresztneve Béres Alexandra húgának, Réka vagy Rita? Menjetek haza! Mi a keresztneve Béres Alexandra húgának? Hát bazza, én felállnék, szóval, hogy hello. Na, a Béres gálvez. Csepp? Réka. Helyes. Tibor. És tudta. Milyen barakként emlegették? Az anyának. Legvidámabb. Na, az ez figyelj, ez kiegyenlített volt. Hát. Szerintem mindegyik olyan, mintha minden körben tök szarok lennének. Igen, amúgy. Tehát így magukhoz képest javulnak, de a 300 ezer forint, bah, kikockáztatna meg két kérdést. Senki. Amúgy lehet ez volt a műsornak a, hogy mondjam, az ilyen vesztenem, mert hogy mindenki bankolt már az első kérdésnél. Hát túl sokat akar, túl rövid idő alatt igen, ez a műsor igen. Talán. Meg még mizé is, még szigorú is. Nehéz. 300 ezer forintból, amit megnyerhettek volna, 45 ezer forint lett az önöké. Lehet, hogy egy gondolatbankból kéne kölcsönt felvenni, nem? A könyvesboltban a nappali színéhez vásárolnak? De hol van ez így? A szavazásnak vége, itt az idő, hogy kiderüljön. Nagyjából egy szinten van. Ki a leggyengébb láncem? Tamás. Tibor. Péter. Ó! Tamás. Péter. Tibor. Sorry, Tibor. Ebben a helyzetben a legerősebb játékosnak kell döntenie, aki ebben a körben Péter volt. Péter! És akkor a csávő, hogy na mi van? Ja, mi van? De far... És akkor a végén azt mondja, hogy Péter. És akkor így lesétel. Ja. Szeretnék hazamenni. Hiányzik a családom. Nem láttam már őket egy hete. Ez egy nagyon bugyuta, hogy így magára nem, nyilván nem szavazott. Akkor nem változtatnám meg a döntésemet, a Tibor. Ön nem is változtathatja meg, hiszen saját magát nem szavazhatja ki. Tibor, ön a leggyengébb láncszem. Viszlát. Eddigi köröket tekintetve éve egyáltalán nem én voltam a leggyengébb láncszem. De nem is a Péter. Tehát szerintem eddig ő volt a legjobb játékos. Igen, ez hülye taktika volt, ami őt kibukta. Eddig összesen 220 ezer forintot gyűjtöttek, a lehetséges másfél millióból. Négyen játszanak tovább, az idejük most is 10 másodperccel kevesebb. Bernadett, melyik ország nem tagja a visegrádi négyeknek? Szlovénia vagy Szlovákia? Szlovénia. Úgy van. Péter. Bank. Amúgy a Bernadette egy kicsit ilyen palása, Szlovénia nyomatja dolgokat. Hát igen, kicsit is se sejpít. Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb felvétellel, a Plegio INC-vel fogunk játszani. Péter, melyik királyunk adta ki az aranybullát 1222-ben? András. Negyedik Béla. Második András. Igen, második András. József, ja. A föld kering a nap körül, vagy a nap a föld körül? Földkering a nap körül. Úgy van, Tamás. Bank. Na jól van már!
Vasárnap a hetedik nap. Hát az is... Á, Istenem. A föld lapos vagy kerek? Lapos. Lapos. És akkor jó válasz. Lenne, ja, hogy ebből lenne vitt, nem kerek. Én nem lapos. Vang. Hosszú a búcsú szóban. Mi az OTP? Első. Mindkettő. Helyes írási kérdés. Á, Istenem. Mark Chagall kétszer vagy négyszer? Négyszer. Kétszer. Nem. Ha! Imádom ezt, hogy mindig betippeli, ilyen tudod, ilyen magabiztosan, aztán meg maaad. Ez az jaj, a... ne. Szóval Péter. Mag... Az idő lejárt. 35 ezer forint. A lehetség. Most mindenki néz ilyen kurvára lesújtva. Péternek olyan bajsza, hogy mindig szomorú lenne. Igen. Csak ilyen szedzs fejet. De amúgy az ilyen ápolatlan bajusz, tudod, ez csak így megvan nőve, nincs levágva, tudod. Ez olyan ja, fajta bajsz. Hát igen. Nem tudják, hogy Magyarországon tankötelezettség van? Vagy önöknek is csak a külső számít? Kitől búcsúznak el végleg? Szavazzanak. Ki a leggyengébb láncszem? De kitől búcsúznál el? Amúgy bálna. Hát mindenki tök gyökérnek tűnik. Nyilván csak ezek a kérdések. Hát én azt mondom, hogy Tamás. Tehát ő valahogy csak tipmixelt. Igen. Szóval kevés dolgot, de nem. Ja, szinte csak rossz választ adott a hatodik körben, és ezzel ő teljesített a leggyengébben. Lássuk, feltűnt-e ez a rossz széria a csapat többi tagjának is. Tamás. Péter. Bernadett. Ajaj. Jaj, ne. Bernadett. Tamás. Ez nagyon izgalmas! Szótájt! Péter, ami a lóból van, és isszák, az a kancate is. Igen, tudom. Kumisznak hívnak, és nem lórumnak. Ebben a körben József volt a legerősebb játékos, ezért Józsefnek kell döntenie, hiszen újra ketten-ketten szavaztak Bernadettre is. Tamásra, akkor Tamás. De... Nem, ki fogják kúrni Bernadettre. Ő már másodszor szavaz Bernadettre, úgy tűnik pikkel rá. Miközben nem. Tamás... Mindvégig gyengébb játékos volt Bernadettnél. A döntését még megváltoztathatja, de a döntés az öné. Bernadett. Miért? Hát ez már taktika része. Bernadett, jó. Bernadett. József. Miért? Ne bűn. Hogy áll mögötte? Hogy áll mögötte? Mint ez a részeg bányász. Tényleg áll mögötte. Részeg bányászok videó, csak így. És miért Bernadett? Mert büdös, szerintem. Meg nő. Mert egy... Igen, az. Pontos a neviát. Konyhában a helye. Te veszélyesebbnek. Ön a leggyengébb láncszem. Viszlát. Tudom. Ebben a műsorban nem éri meg jónak se lenni. Ilyen átlagosnak kell lenni. Ki a Fidesz Magyar Polgári Párt jelenlegi elnöke? Pokorni Zoltán. Úgy van. Fideszes kérdés. Fideszes kérdés volt. Figyelj, vár. Ja, és tudta a választ. Pocs Popcorni. Mi a több rajz és kép egymásba illesztésével készített műfaj neve? Mozaik. Mozaik. Montás. De mind a hárban elrontottuk. Montás. Minden. József, ki az a brit filmszínész, akit Erzsébet királynő lovaggá ütött és nemrégiben megkapta Anthony az amerikai Hopkins. Állampolgárságot? Sean Anthony Hopkins. Helyes. Tamás. Van. Hányszor van meg 96-ban a 6? De. Kurva szar kérdés. 36, akkor ez 16. Négyszer. 16-szor. Tamás, melyik együttes szerezte a hegylakó cím? Négyszer? Négyszer? Bizony, 96-ban a 6. Hát igen, az azért... Az azért, igen. Na. Minimum 10-szer. Ja, ja. Iha. Most már nagyon-nagyon kiéleződik ez a dolog, helyikás. Flor is láva. És válasz a Szent Szövetség lett volna, de az idő lejárt. A lehetséges 300 ezerből 35 ezer forintot nyertek. Önök a keresztrejtvényben is passzolnak? Nos, ki nem lép be a győztesek klubjába? Szavazzanak. Én. Nem annyira kemény, mint az angol. Az angol verzió... Ki a leggyengébb láncszem? A szavazásnak vége. Itt az idő, hogy kiderüljön. Hát, az igazi egyvégy, az a Péter meg a Józsi között lenne szerintem. Igen, de most ki fogják Pétert ejteni. Szerintem. De az az a true egyvégy. Tamás. József. Ne már. Péter. Péter. Tamás. Péter. Péter.
Hát ott állnak egymás mellett, érted, látják, mit persze, írnak. Hát kurva egyszerű, kiejtik. Akkor biztosan nem ők kapnak. Nem vagyok meglepve. Tamás, miért Péter? Hát elbizonytalanodott a végén. Mely búzi. És az önnek nem jó? Csak a saját esélyeit növelte volna, ha nem rászavaz. Meglátjuk. Meglátjuk majd. Péter nagyon erős. Péter nagyon erős. Az előző kör ellenére mondja. Igen. Na legalább őszinte. Péter. Hát nem tudom, nem taktikázta el. Önnek most ez az egy lehetősége volt, hogy... Hát ez volt. Én azért próbáltam a Józsefre szavazni, mert úgy gondoltam, hogy a Tamás gyengébb ellenfél lehet a döntőbe. De mondom, hogy biztos voltam benne, hogy mind a ketten rám szavaznak. A taktikájával nem volt hiba. Ön a leggyengébb láncszem. Viszlát. Na most jön a döntő, bazd meg. József, melyik állam miniszterelnöke volt Menahem Begin, aki 1978-ban Nobel békedíjat kapott? Izrael. Úgy van. Bank. Tamás, melyik Mozart operában szerepel Alma Viva gróf? Passz. Figaro házasságában. József, ki rendezte a János Vitéz című magyar rajzfilmet? Jankovics Marcell. Jankovics Marcell. Tamás, ki az, az egy, hogy... Ezek már ilyen nagyon durva műveltségi téma. Nem biztos, hogy annyira, de én nagyon szerte ágazó mindig. Egy repülők együttes frontembere, aki csak szómenként nevezi önmagát. Jesse Péter. Jesse Péter. József. Melyik Bank. Ország miniszterelnöke volt Georges Pompidou? Franciaország. Helyes. Tamás. Bank. Melyik földrészen van Tanzánia? Afrika. Helyes. József. Bank. Melyik madár költeti ki tojásait más madarakkal? Kaku. Szarka. Úgy van. Tamás. Bank. Ja, kaku. Ki készítette a külföldön is nagy sikert arató művészeti anatómia és ember... Az idő lejárt. Az önök által gyűjtött 25.000 forint. Nem sok. Ezt most megháromszorozzuk, és hozzáadjuk az eddig zárolt pénzükhöz. Ennyiért játsszák majd a döntőt, tehát 365.000 forintért. Hú, bazeg, lerágom már mindjárt az összes körmömet, geci. Ezt a pénzt azonban csak az egyikük viheti haza. Már csak egymás ellen játszanak. Ha a végeredmény döntetlen, addig kell játszaniuk, amíg valamelyikük nem ront. Tamás, József, önöki a pálya. Lássuk, kinek nincs kegyelem. Ez hogy lehet fair? Ez sose lesz fair. Semmi válasz, semmi döntési lehetőség nincs, hogy milyen kérdést szeretnének. És érted, te tök másban jók nyilván. Ez kurvára unfair. Az utolsó körben József volt az erősebb játékos, ezért ön dönthet, kezdi vagy átadja lehetőséget. Átadom a Tamásnak. Tamás, ki írt zenekari művet a Pacific gőzmozdonyról? Bartritsa. Gershwin. Honegger. József. Ez hol áll? Melyik országban található tradicionálisan a reggeliző asztalon? Zappehely, füstölt hering, tojásrántotta, sült szalonna, gomba, sült fácán, pirítós. Amerika Egyesült Államok. Anglia. Hát, Anglia, persze, bazd meg. Hát. Mondjuk a babot mondhatták meg volna. Meg a kolbászt. Mondjuk a sült fácán az nekem egy... Ez fura volt. József, mi a GDP? A össztermék, egy... Nemzeti össztermék. Egy ország a össztermike. Tehát valamilyen országnak az összes gazdasági termékének a... Még egy szó hiányzik. A... Ez mutatója. Bruttósítva. A gazdasági mutató. Az jó, hazai gazdasági össztermék. Pénzügyi. A lényeg hiányzik. Gross domestic product. De ezt angol nem mondhatná? Sajnos nem tudom elfogadni. Bruttó hazai össztermék. Bruttó. József. Bruttó. Tamás. Ki az a lengyel szabadságharcos, aki 1776 és 1784 között részt vett az amerikai függetlenségi háborúban is. Passz. Kosciuszko Tadej. Bra. Tamás, három olyan kérdést kapott, ami így... Na jó. József. Mit esznek a tobzoskák? Még egyszer? Hangyert, nem? Mit esznek a tobzoskák? Tobzoskák. Várja, mit is? Pepsi Cola. Bang! Növényt. Giroszt. Hangyát. Termesztik.
Á, én tudtam volna. Na figyelj, eddig fejfej mellett haladnak, bazzánk. Remélem nullát szkorol mindig, és akkor megtartja a műsor. Akkor sudden death lesz. Tamás. Ki volt az az első magyar műkereskedő, aki internetes aukciót szervezett? Tessék, mi ez a sok képzőművészeti kérdés? Basz, nagyon durva. Nagyon kemény. Elaludt? Nyom egy szundit, Tami. Basz. Kizelbach Tamás. József. Kitől származik a mondás? Több is veszett Mohácsnál. Széchenyi? Vagy nem, nem, biztos nem. De lehet. Deák? Deák, Deák. Bill Gyula. Kossuth Lajos. Arany János. Oh. Az meg. Yes, nem hiszem el. Most már mind a kettő, hát csak egy-egy van. Vagy tudod, vagy nem tudod. Egyik versének ez a refrénje. Tamás? Hol található a Remete barlang? Esztergom. Pest megyében. Hát most mit mondjon? A Budán, Visegre. A Szépvölgy. Jó utnál. A Börzsönyben. Homer. Gözzi. És akkor most izé, József, önön van a világszeme. Melyik hanyadik nap a vacsárnap? József? Hányszor nyert Forma 1-es világbajnoki címet Alain Prost? Kétszer vagy négyszer? Négyszer. Úgy van. De bazzeg, adnak neki egy tipmix kérdést? 50-50. Mindegyiknek ilyennek kellett volna lennie, 50-50-snek. Hát ez tiszta szar. Igen. És tudod, egy 50-50-es kérdést a döntőbe a csávó. Wow. Ez csalás, ez csalás. Ma József volt a legerősebb láncem, ezért ő viheti haza a 365.000 forintot. Tamás, ön üres kézzel távozik. Mennyire gond? Egy Mr. Beast videóban ilyen nem történhetne meg. Ja, még azért is kapta 10.000 dollárt, tudod, a Tamás. Igen, még az első kieső. Közelebb is kiderült a leggyengébb láncszem. Találkozunk akkor is. Viszlát. Csá-csá, baby! Csábos csaj. Na hát, bazd meg! Én nem is tudom, mit mondok erre. Ez amúgy egy kurva izgalmas műsor, amúgy. Egy kurva izgalmas, de nagyon gonosz műsor. Tehát itt ez, tényleg lehet azt mondani, ez lelketlen. Nem is a hozzászólások miatt, szabályok miatt. Ennek egy rebootot el tudnék képzelni, egy kicsit megmásított szabályokkal. Csak ne a Kassa Tibi vezesse. Ja, azt ne, mert az egy ripacs. Na, nekem ez nagyon tetszett. Nem tudom, ti hogy vagytok vele emberek, nem tudom, hogy nektek hogy tetszett, de én imádtam ezt a műsort. Fú, te nagyon jól szórakoztam. Bál, te hogy vagy? Jó volt. Hát mondom, én emlékszem, hogy 5-6 éve én láttam ezt valahol. Én gyerekkoromban is élveztem ezt a műsort, mert nem tudom, hogy miért, mert tényleg unfairnek gondolom alapvetően. Tehát a kérdések legalább 3/4-e ilyen, nem tudom, hogy miért van beválogatva. Tehát nem egy ilyen honfoglaló, vagy legyen ön is milliómos szintű ilyen alapkérdés. Mondjuk, tehát nyilván ott is vannak nehezebbek. De itt a legelétől legvégéig kurva nehéz kérdések is vannak. Ettől függetlenül maga a körülötte lévő dolog az izgalmas volt. Szerintem is mehetne egy reloaded verzió, bár nem tudom, ki lenne a műsorvezető. Donát Anna? Hát, hogyha nektek is tetszett ez a videó, akkor csapassatok egy lájkot, emberek, meg iratkozzatok fel, meg csatornatagságot tudjuk nektek amúgy ajánlani. Találkozunk legközelebb egy hasonlóan színvonalas, fantasztikus, kringés videóban jövő héten, hogyha minden igaz. Addig is, hát nem tudom, szeretünk titeket, köszönjük a támogatást, kösz, hogy itt vagytok, és majd találkozunk legközelebb, és Bálna, te meg tiéd a szó, a végszó. És ne felejtjetek el a legfontosabb dolgokat. Ti vagytok a legényegébb láncszemek. Na, pacsi. Hello, sziasztok.